egy különleges rendezvény lesz délután. Mit lehet erről tudni? Hát a történelem hónapja a március az iskolánkban, és most már évek óta minden alkalommal ilyenkor egy kicsit felbojdul az iskola. Történelem kalandversenyt, kalandjátékot tartunk ma. Valójában ez egy ilyen érdekes verseny, ami inkább élményorientált, tehát kevésbé, persze tudás is számít, de sok élményt szeretnék adni a diákoknak, hogy ezáltal egy kicsit közelebb hozzuk őket a történelemhez. Ki ennek a játéknak a kitalálója, és kik segítettek esetleg itt a létrehozásban? Hát az ötletgazda én vagyok, hál' Istennek a kollégáim rengeteg mindenben segítenek és támogatnak, ennek köszönhetően tudjuk ezt minden évben újra megrendezni. Tudsz-e róla, hogy más iskolák is foglalkoznak a gondolattal, hogy bevezessék ezt a versenyt? Nem hallottam még ilyet, de érdekes lehet ezt egyébként más iskolában is megszervezni. Sok munkával jár, azért annyit elmondhatok előre. Honnan származik az ötlet? Az ötletek sok helyről jönnek. Tulajdonképpen, amikor én ide kerültem, akkor már volt egy történelem verseny, ez egy prezentációs verseny volt, ami viszonylag kevés diákot szólított meg. Én szerettem volna attól eltérően egy olyan versenyt csinálni, ami izgalmasabb és szélesebb körben is megmozgat embereket. Ez hál' Istennek nagyon jól sikerült, már az első alkalommal is 120 diákkal versenyeztünk, és azóta ez a létszám ez nőtt, már volt, hogy 180 diák is részt vett rajta. Ötleteket mindehhez azt gondolom, hogy filmekből, szabaduló szobákból lehet a leginkább gyűjteni. Egy idő után pedig az embernek a gondolkodása rááll ezekre a furcsa szituációkra, és talán már saját ötleteket és gondolatokat is meg tud valósítani. A jelenlegi verseny hány helyszínt akar? Most 6 helyszínnel fogunk dolgozni, ugye ez egy ilyen kincskeresős jellegű verseny, ahol különböző állomások vannak, amiről nem tudják, hogy hol vannak, hanem egy adott állomáson, ha megoldják a rájuk bízott feladatot, akkor fogják megtudni, hogy hol van a következő állomás, és így fognak eljutni egyik helyről a másikra. Mindig fontosnak tartom azt, hogy kicsikét különleges helyszíneket is beépítsünk, így jártunk már a gimnázium padlásán, vagy a pincékben, szóval sok helyen fordulnak meg a diákok. A lebonyolításról is beszélünk egy pár szót. Hány fős csapatok, és hogyan nevezhettek erre a versenyre? 3 fős csapatokat hívtunk, és hát igazából a tanáraiknál tudtak nevezni erre. Ezután össze kell írjak egy sorrendet, hogy hogyan mehetnek rá erre a bizonyos pályára, ami ki van alakítva, hiszen egyszerre ennyi diákot nem tudunk versenyeztetni, hanem csak különböző turnusokban. Így most is például 4 egymás követő turnusba fognak ők versenyezni. Említsd kérlek egy pár pályát, ami érdekességet tartalmazhat. Hát ha állomásokra vagyunk kíváncsiak, van egy állomásunk a Kollégium klubban, amit teljesen besötétítünk, és ott meg kell találjanak egy rabot, méghozzá ebben az esetben Táncsicsot, és tőle fognak kapni valamit, amiből majd aztán meglátják a feladatot megoldva, hogy hol lesz a következő állomásuk. Van ehhez hasonló még a miniszterek csarnoka, amit így neveztem el most, az itt a főépület alaksorában található, ahol majd a 48-as minisztereknek a képe szerepel, és mindenképpen egy-egy betű. Hogyha ezeket társítják a lapon a miniszteri feladatkörükkel, akkor fog kijönni a következő állomás, és betűket összeolvasva a díszterem szót fogják kapni. Hogyan értékeled? Van visszhang ennek a versenynek? Én azt gondolom, hogy a legjobb mindig az, amikor a diákok mondják utána a véleményüket. Ez hál' Istennek sokféle. Túlnyomó többségben pozitív, ennek nagyon örülök, de amikor kritika jön, hogy valami emiatt nem volt tökéletes, vagy itt kellene még rajta javítani, annak is örülünk, mert hát az látjuk, egyrészt, hogy konstruktívan gondolkoznak, másrészt meg az, hogy ki lehet javítani, hogyha valami nem működött tényleg tökéletesen. Szóval én az építőjelölő kritikának is örülök, nem csak a dicséretnek.
sok sikeres versenyt kívánunk még, és kívánom azt is, hogy esetleg ez kibővül országos versenyé is. Köszönöm szépen, örülnék neki, és ha ez összejön, akkor talán egy újabb beszélgetésre is összeülhetünk majd.